a Vadon Update. Kedveljük, szeretjük, vagy egyenesen imádjuk, de mind tudjuk, hogy bizony vannak dolgok, amik hiányoznak belőle. Legyenek azok felfedezni való érdekességek a világban, új struktúrák, vagy éppen új állatok. És nem, itt nem csak a hiányzó Szent János bogarakra gondolok. Na de sziasztok, az én nevem Pörki Perot, és hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy ötletelős, kreatív, építős videóban. Sajnos az utóbbi másfél-két hétben nem igazán volt videó, ugyanis... Hát majd elmesélem a videónak a végén, maradjatok velem, hogyha tudni szeretnétek, viszont szeretnélek valamire megkérni titeket, amit a videó elején sosem szoktam tenni. Lájkoljátok ezt a videót, csak azért, mert tudom, hogy egy-egy ilyen visszatérés után a YouTube mennyire kegyetlen tud lenni a tartalomgyártókkal. Na de nem is húznám tovább a szót, jöjjön hát az átalakított sivatagi piramis és az új falu. Vágjunk bele! Olyan régen terraformáltunk már egy kicsikét, alakítsuk át itt a homokpuckákat, formázzuk meg őket, valamint húzzunk fel ilyen homokkő oszlopokat. Ilyeneket láttam nemrég, valószínűleg egy filmből, fantasy stílusban nagyon megtetszettek, úgyhogy hajrá, csináljunk hasonlókat. Nos, ameddig én ezt formázgatom, addig hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Tudom, nem sok beleszólásunk van, hogy mi kerül be, például a Vadon update-be, de hogyha lehetett volna egyetlen egy dolog, amit ti személy szerint hozzáadtatok volna, a Vadon frissítés, akkor mi lett volna az? Írjátok meg nekem, el fogom őket olvasni, ameddig én itt felhúzom a sivatagi templomunkat. Ennek az alapterülete hasonlít a vanilla játékban megtalálható temploméhoz. Igen, tudom, egy kicsit bonyolultabb, de mégis próbáltam egyszerűre fogni a formákat, nem adtam hozzá túl sok hullámot. Valamint, hogyha ezek az oszlopok már elkészültek, akkor ne hagyjuk őket üresen, csináljunk rá tornyokat és hidakat. Én pontosan ezt tettem. Ezek után jöhet ez a nagy kupola, ez alá majd teszünk valami érdekeset, ne álljon itt teljesen önmagában. Utána pedig jöhetett a színezés, itt igyekeztem a templomunkat beleigazítani színvilágilag, ugye a tájba. Amint ez megvolt, néhány részét kiemeltem, kicseréltem a tetőket, hogy egy kicsikét koherensebb legyen. Majd jöhetett a falu, ez az abszolút kedvenc részem, nagyon szeretek falvakat felhúzni a játékban, nagyon különbözőek lehetnek, és tele vannak funkcióval, és tudjátok, hogy én nagyon szeretem azokat az épületeket, amiknek van haszna, amik nem csak ott állnak, hanem használják őket. Na de ezzel megvagyunk, jöjjön a körbejárás! Most csak gondoljatok bele, járjátok a végtelen száraz sivatagot, isztok a közeli kútból, megfordultok, és egyszer csak ez tárul elétek. Amúgy is már egy kicsit untad magad, ugyanis kijátszottad a játékot, megölted a sárkányt, van már elitrád is, és teljes netherite szetted. Éppen kifogytál volna a felfedezni valókból, amikor ideértél. Rögtön át is jövünk ide erre a kis, hát mondhatnám, hogy kikötő részre, de nincsen dok, szóval erre a kis csónaktároló kis partszakaszra. És igen, meglessük a kis falvat, a berendezéseket, valamint az egyéb érdekességeket, mint például az újfajta kaktusz. Viszont még mielőtt ebbe belevágnék, gyorsan el szeretném mondani, mint tudjátok, én alapjátékban túlélőben nem szeretem a modokat, viszont ilyenkor, amikor új ötleteket mutatok be nektek, akkor szívesen használok hasonló kis modokat, mint például ez a kaktuszos. Ezeket mindig belerakom a leírásba, szóval meg tudjátok lesni, és magatoknak is tudjátok telepíteni. Tehát, ha már megemlítettem az új kaktuszokat, akkor nézzük meg a kis oázist. Ezek nagyon picike, kis foltokban megjelenő vizek,
pocsolyák, mini tavak, rajtuk vízirózsákkal, vízililiomokkal és ezekkel az újfajta szép kis kaktuszokkal. Itt is van belőle pár valahol íme, és szerintem borzasztóan jól néz ki. Nagyon tetszik, hogy ugyanolyan a textúrája, mint ennek a kis azálea bokornak. Mármint, hogy a virágok tök ugyanolyanok. Tehát ezen a kis úton végigmenve már láthatjuk is a bokrokat, az utakat, amiket szépen textúráztam, valamint a különböző ilyen homok layer-öket. Ugye ígérték nekünk, hogy jön az ásatás a Minecraftba hamarosan, majd talán sokára, még egyelőre nem tudjuk, és akkor lehet majd ilyen rétegezett blokkokat csinálni. A probléma az, hogy azok nem lesznek maradandóak, ugyanis egy idő után elkopnak, tehát sajnos nem lehet majd vele díszíteni, de belegondoltam, hogy milyen lenne ha. Úgyhogy íme a kis homoki layer, homoki réteg blokk. Na de akkor a falunak a koncepciója nyilvánvalóan egyértelmű, hogy ez egy nagyon-nagyon száraz, kietlen vidék, tehát szükség van itt különleges dolgokra, különleges lépésekre ahhoz, hogy életben maradhassanak az emberek. Nos hát elsősorban ez a falu víz közelébe spónol, ez egyértelmű. Van benne kis oázis, kutacska, valamint kell egy különleges farm, amit meg is nézzünk, az lesz itt az első. Nos, itt van nekünk ez a kis szélmalom, hogyha eljövünk ebbe az irányba, akkor itt láthatjuk az ivóvizeket, a tiszta vizeket ilyen vályukban és hordókban. Hogyha ide belépünk, akkor láthatjuk, hogy a már learatott termények, azok itt vannak. Van például itt dinnye, tök, valamint búza. Hogyha kijövünk ide ebből a kis házikóból, egyébként itt fönt is van ilyen tároló, ahol a lisztet tárolják, íme itt van a liszt, tehát hogyha innen kijövünk, akkor itt van ez a kis védett farm rész. Ebből lenne még szükség többre ebben a faluban, ugyanis el kell a tűzőnaptól takarni, ugye a növényeket, tehát van itt cékla, van itt búza, valamint egy kis krumpli. Ez a házikó most ennyi lett volna. Mindig, amikor ilyen falvakat építek, akkor próbálok egy kicsit vanillaszerű maradni, hogy ne legyen nehéz elképzelni, hogy ez akár még az alapjátékban is benne lehet. Plusz ugye nyilván közrejátszott az, amit majd a videónak a végén fogok nektek elmesélni, itt most nem untatnálak titeket vele, inkább tovább mennék. Tehát nézzük mondjuk meg ezt a következőt, ez egy nagyon érdekes kis házikó. Ide jövök, hogy egy kicsikét jobban lássátok. Tehát íme a mi kis aranyos kovácsházunk, ahol a fegyverek készülnek a helyiek számára. Hát igen, itt láthatjátok, hogy a földre lehult azért egy-kettő búza, amúgy itt van egy ilyen kis szekérke. Oké, tehát akkor a kovács íme, itt van egy elhasználódatlan, tehát teljesen új anvil, itt van a lávánk, itt van a blast furnace, ugyanúgy ahogyan megtalálható egy sima vanilla faluban is bármelyikbe mentek. És akkor itt be lehet szépen jönni, és itt vannak az új cserép dizájnjaink, ez is szintén az ásatásokkal kapcsolatban fog majd beérkezni a Minecraftba, egy kicsit nagyobb lesz egyébként, de szerintem ez is tökéletesen reprezentálja azt, hogy igen, ilyen új dizájnok is érkezhetnek, valamint elvileg fognak is érkezni, még sajnos nem tudjuk, hogy mikor. Nos hát ez itt az első részünk, nyilván kell egy ilyen kis kézmosó, ahol a kaját készítik, nyilván a kovácsnak is ennie kell, viszont ugye itt láthatjátok, hogy itt van a kis munka területe. Na most egy kis koszos víz is itt található, ebben mossa meg ugye a kezét, itt kovácsol, meg minden érdekesség, és itt kint egyébként tudja az érceket kisütni, valamint nyilván ugye kiütni, kikalapácsolni a kardokat, stb. Stb. Hogyha valaki ismeri a szakifejezéseket a kovácsolásra, akkor nyugodtan ossza meg velünk. Nos hát itt bent ugye, ahogyan mondtam, itt van az élettere a kovácsnak, és kell neki egy hálószoba is. Itt van egy jó kis emeletes ágy design, valamint egy kis chest, ahová lepakolhatja a cuccait, és ugye ismételten egy újfajta cserép design. Na, oké, ez volt itt a második házunk, menjünk és lessünk be a harmadikba. Mi is a harmadik, az itt van közvetlenül mellettünk. Ó igen, ez itt egy sima lakóház, az egyik kedvencem, na lessük is meg gyorsan. Tehát a konyhában itt van középen egy kis asztal, ezeket nagyon imádom építeni. Van egy festményünk, vannak szekrényeink, egy harang, amit nyilvánvalóan nagyon szeretünk. Van itt egy ilyen füstölőnk, néhány tojás, amiből lehet reggel omlettet készíteni, valamint itt van a nappalink. Na és akkor itt jön be az egyik új érdekesség, a pálma fa. A pálmafának a bemutatásához ki kellett jönnöm. Itt vagyok kint a házak mögött. Tehát itt van a vadonatúj pálmafánk, viszont ezen kívül
még valami más is van itt, valami más, amire nem számítottunk. Eljövünk ide, és egy futóhomokban találjuk magunkat, és bizony-bizony süllyedünk, ami valószínűleg nagyon nem tesz jót nekünk. Igen, jól látjátok, ez a homok egyre csak süllyed, és nem tudjuk, hogy mi van az aján. Ajaj, mindjárt lent vagyunk. Au, oké, úgy látszik, hogy sebződünk. Jaj, ne. Jó. Oké, elég lesz, oké, értették szerintem a futóhomoknak az ötletét. Itt most nyilvánvalóan redstone-nal kellett megoldanom a futóhomokot, valamint pókhálóval, de a lényeget értettétek. Viszont akkor vissza a pálmafára, ez egy ilyen nagyon szép, csodás új blokk egyébként, aminek ilyen sárga színe van. Sajnos ebben a módban, hogyha lehántoljuk, akkor sima dzsungelfát kapunk, de mindegy, értitek a lényeget, íme a pálmafánk. Ezen kívül egyébként a sivatagba még elszórva spónolódhatna a különböző csontváz, mindenféle állatoknak, mindenféle elhullott állatoknak a csontváza, akár a bordája, akár a koponyája, csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire kegyetlen ez a vidék. Egy további ötlet, hogy a nyúszik helyett jöhetnének mondjuk a szurikáták és a kis szurikáta barlangok. Igen, ezt is ígérte nekünk a Mojang, egy szavazáson vettek részt a szurikáták, viszont sajnos nem ők nyertek. Pedig mennyire jó lett volna már. Észre sem vettem, az egyik ház mögött is van egy csontváz. Tessék! Íme. Na jó, vissza a lakóházikunkba. Lássuk meg. Hogyha itt eléggé szemfülesek vagytok, akkor még egy zenelejátszót is vihettek magatokkal, nyilván, hogyha eléggé figyelmesek vagytok, és akkor itt van az utolsó kis szobánk, a hálószoba. Itt találhattok egy narancssárga ágyat, ez az egyik kedvencem, egy csesztet, ide lehetne rakni bármilyen lootot, tulajdonképpen kenyeret, aranyrépát, stb. Igenis, erre jut eszembe, az ilyen körbejárásokat mindig túlélőben veszem fel, mert azt mondtátok, hogy nektek az úgy izgalmasabb, én pedig hiszek nektek. Oké, nézzük meg akkor végül a könyvtárat. Ott van a könyvtár, végigmenjünk szépen itt ezen a textúrázott utakon, és már ide is értünk. Amúgy maga a könyvtár az így fest a távolból, belülről pedig így néz ki. Nos, itt van a bejáratunk, itt le lehet ülni, lehet olvasgatni a könyveket, gyertyafénynél egyébként. Itt van egy ilyen olvasó állvány is, hogyha a túlélőben össze szeretnénk gyűjteni, ugye ezt a sok-sok munkablokkot, ami itt van. És akkor el lehet jönni itt erre, tehát itt van még egy ilyen kis olvasó szoba, ez egy kicsikét privátabb, viszont az egyik kedvencem az a fenti kiülő rész. Tehát, hogyha kijövünk ezen a kis üres szobán, akkor itt találjuk magunkat, ezen az erkély részen, ezen a nagy kiülő részen tulajdonképpen, íme innen tök szép a kilátás, ide leülhetünk és olvashatjuk a könyveket is, vagy hogyha túlélőben vagyunk és csak ki akarjuk fosztani ezt a falvat, akkor íme a váza, valamint a gyertya, ezekért mindig érdemes feljönni. Nos, akkor még egyszer így fest a falu. Viszont nyilvánvalóan nem hanyagolhatjuk el, nem feledkezhetünk meg a háttérben lévő nagy piramisról sem. Lássuk meg! Szépen meg is közelítjük, innen fogunk majd kezdeni, viszont előtte. Nyilván, mint mindig, most is hagytam ki nagy szobákat arra, hogy ötleteljetek. Nyugodtan mondjátok meg nekem, srácok, hogy szerintetek miket rakjak ezekbe a helyiségekbe, ahová még nem raktam semmit. Nyugodtan legyetek kreatívak, szerintetek mi lenne ide. Ameddig viszont gondolkodtok, szálljunk le itt az elitránkkal. Itt van a bejárat. Bemegyünk, mégis mi baj történhet? Rögtön ebben a szobában találjuk magunkat, ami a sima vanilla piramisban is megtalálható. Mint látjátok, itt egy kicsikét más a padló dizájn, valamint van ott egy ajtó, viszont mi lenne, hogyha először lenéznénk ide, kiszedjük szépen ezt a gyanúsan színes blokkot innen középről, és lenézünk. Már is látjuk, hogy van odalent valami loot, és valószínűleg nem véletlenül van ennyire elrejtve. Szerintem abban nagy kincsek lehetnek. Mi lenne, hogyha lehúznám szépen az elitrámat, föltenném ezt, és leugranék oda egy kis csevelyre. Ahogyan ezt megteszem, már is látom, hogy problémáink vannak, ugyanis itt bizony van néhány lény, akivel el kell bánnunk. Igen, ők itt részben a csapdák, közben pedig pillagerök ütnek minket oldalról. Ez eléggé kellemetlenül érheti azokat, akik ugye úgy jönnek le, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mire számítsanak. Úgy voltam vele, hogy a TNT csapda már egy kicsit unalmas, és nagyon kijátszható. Ez viszont egészen biztosan nem kijátszható, hogyha az ember szeretné megszerezni ebből a chestből a zsákmányt. Oké, elég lesz, halál. Halál. Szuper. Most, hogy ezt itt megúsztuk szépen, egyből kisnyitjuk a chestet, ugyanis
tele van mindenféle kincsel, igen, meg kell dolgozni ezért a zsákmányért, de hogyha ezt az ember megteszi, nem bánja meg. Én ezeket viszont szerintem itt hagyom. Kinek kellenek? Nekem biztos, hogy nem. Azonban nem ez az egyetlen egy érdekesség, ami miatt érdemes lejönni ebbe a kamrába. Ez a másik dolog, amiről beszélek, ez nem más, mint a Froglight, a békavilágítás, békalámpa, békalámpás, nem tudom, hogy hívják magyarul, ez így néz ki. Nos, ezt úgy lehet megszerezni egyelőre vanillában, hogy egy békát átviszünk a Netherbe, viszont mi lenne, hogyha ilyen különlegesebb helyeken is megtalálhatóak lennének, mint például itt, a piramisnak az alján. És akkor menjünk tovább, nem tudom, hogy észrevettétek-e már ezeket a fákja dizájnokat, egészen egyszerű összehozni őket, most itt én az üllőt egy láthatatlan eszközkeretbe tettem, megtaláljátok a parancsot hozzá a leírásban, és arra raktam egy fákját, ez így úgy néz ki, mintha lenne ilyen falra erősítő valami, nagyon jó lenne, hogyha ilyen lenne az alapjátékban, és nem kellene így üllővel trükközni. Na de trükkök, ide vagy oda, menjünk tovább, itt van mögöttem ugyanis egy lépcső, hogyha ezen felpattogok, akkor már is egy új szobában találom magam, ami nem más, mint a fáraó sírkamrája. Igen, itt a felszínen elnéz a távolba. Nos hát itt láthatjátok magát, ugye a koporsót, itt ilyen eléggé gyanús piros füst, redstone füst száll belőle, akár ide egy csapdát is lehetne készíteni. Amire azonban én gondoltam, az nem más, mint egy boss fight, egy eléggé nagy boss fight. És ezt mégis hogyan tudjátok elindítani itt a fáraónak a szobájában, ahol egyébként a legértékesebb mézek és dolgok, vázák vannak. Nos, láthatjátok, hogy van itt három darab torony mellettünk. De hát Pörki mégis milyen tornyok? Nos, ezek ahová hidak vezetnek ki, viszont Elytrával sokkal, de sokkal könnyebb dolgunk van. Itt ugyanis találhatunk még extra érdekességeket. Hogyha itt felmegyünk, akkor itt van egy csomó-csomó aranyblokk. Na de, mi nem ezért jövünk, nekünk egy szinttel feljebb kell jutnunk. Pontosan ide, ugyanis itt lenne megtalálható az én elképzelésemben egy újfajta harang, amit meg kellene kongatni. Itt van az első, ezt megkongattuk. Természetesen ennek az új fajta harangnak másfajta hangja lenne, sokkal félelmetesebb. Ezek után átmegyünk a második toronyba, ami itt van, és ott megkongatjuk a második harangot. Itt lementve egyébként szintén van egy emerald block, valamint egy kis husk csapda, itt ilyen sivatagi zombikat idézne le ez a spawner, és akkor a harmadik és egyben legmagasabb torony, itt leszállunk és megkongatjuk a harmadik harangot. Nem tudom, lehetne ilyen menő neve, hogy The Bell of Doom, a végzett harangja, vagy valami hasonló. És mind a hármat megkongatva a sírkamrában felébredne a múmia, vagy igazából akármilyen boss. Lehet ez egy hatalmas skorpió, egy múmia, egy hatalmas zombi, akármi, amit csak szeretnétek, nyugodtan erről is írjatok ötleteket. Na de még mielőtt megyünk, van még itt valami, amit szeretnék nektek megmutatni ezen a csodálatos tájon, és ez nem más, mint az, ami a hídnak a túloldalán található, ez a hatalmas kupola. Szépen végigrohanunk ezen a hídon, és már be is tudunk menni az óriási nagy botanikus kertbe, ugyanis igen, van még egy olyan is. Mint mondtam, ez egy nagyon-nagyon kegyetlen vidék igazából. Itt rengeteg a szárazság, rengeteg a halál, nem igazán van eső. Éppen ezért szüksége van a helyieknek egy ilyen nagy védőkupolára, ahol az ősi fájukat védhetik, valamint a különböző növényeiket. Egyébként itt láthatjátok, textúráztam, szintén ugye az utakat, barna gomba blokkot használtam, sima sarat, sima vályogot, valamint ugye ilyen vályog téglát tulajdonképpen. És akkor itt vannak amúgy a növényeink, hát ne rohanjunk el azért mellettük, itt van mindenféle, akárcsak egy ilyen virágos erdőben, itt is beszerezhető túlélőben a legtöbb szín, a legtöbb növényfajta, nagyon szeretem ezeket, valamint nyilván néhány a láskivekből is muszáj volt ide tennem, de a kedvencem az akkor is ez a fa, valamint e fölé csináltam egy kis organikot, mert hát úgy voltam vele, hogy már régen csináltam organikot, de hogyha átjövök Spectatorbe, akkor így néz ki. Egyszerű, de nagyszerű. Pont a célnak megfelel. Viszont szeretném, srácok, még egyszer megköszönni a kitartó figyelmet. Nagyon királyak vagytok. Na de akkor jöjjön a magyarázat, amit ígértem nektek már a videó elején. Miért nem csináltam heti két videót, miért csak két hetente volt videó?
Nos hát, mint tudjátok sokan, főleg, hogyha nézitek a streameket, elutaztam 4 napra Máltára, és hát ott eltöltöttem egy kis időt, viszont utána nagyon csúnyán megfáztam, a 42 fokból bementem a lehűtött 10-15 fokos lakásba, és hát az izzadságom miatt sajnos sikerült megfáznom. Elment a hangom majdnem egy teljes hétre. Amint ez meggyógyult, azonnal bedurrant a bölcsesség fogam körüli íny, és tudom, nem egy szép látvány, nem jó hallani, de ez történt. Szeretek veletek őszinte lenni. Nos, utána hát eléggé rossz állapotban voltam, rettenetesen fájt mindenem, az egész arcom, nem tudtam kinyitni a számat, sőt, beszélni sem tudtam rendesen. Meg kellett várnom, ameddig ezt a fogat, hát eltávolítják. És hát igen, nem volt túl kellemes, még mindig érzem a hatását, viszont sajnos muszáj volt, mert annyi fogam van már, hogy nem fért el a számban. Mindenki tudja, hogy mi az a bölcsesség fog. Igen, azt sokszor ki kell húzni, mert ez egy extra fog, aminek nincs ott helye, ahol van. És utána egy kicsikét gyógyulgattam, de a fogfájás, valamint gyógyulás alatt már építettem ezt az építményt. Ez nem annyira részletes, mint szokott lenni, nem annyira berendezett és kidolgozott, ezt nagyon sajnálom. Viszont sajnálatom jeleképpen engedjétek meg nekem, hogy ezt a világot letölthetővé tegyem mindenki számára. Igen, tudom, nem nagyon szokott ilyen lenni, viszont most úgy éreztem, hogy a kihagyások miatt muszáj valamivel kompenzáljalak titeket. Ne felejtsetek el erre a videóra a lájkot dobni, valamint iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek, miért is ne tennétek. Hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Na hellóka, sziasztok, pápá!